Obaisták, ütősök és fúvósok. Többek közt ezek a hangszerek szerepeltek a ritka hangszeresek találkozóján, amire a baranyai iskolák tehetségei érkeztek. A kozermislenyi megmérettetést immár másodszorra szervezték meg a tizenéves fiataloknak. Malimban játszottam, és azért fontos ez a nap, mert most általában nekünk a koncertek, nekünk zenészeknek fontosak szoktak lenni. Azt szokták mondani, hogy a kézrendet, meg a ütemet azt tartsam meg. Meg hogyha valami nem sikerül, akkor azt ugorjam át, és menjek tovább, anélkül, hogy bepánikolnák, és nekem ezt szokták mondani. És hogy sikerült most az előadásod? Hát szerintem jól. Hát gyakorolgattam azért napi egy másfél órát, hogy rendesen menjen, de így is volt egy kis hibám. Miért pont a dobot választottad, amikor hangszert kellett választani? Hát nem tudom, az állt hozzám legközelebb. Mindig is szerettem mindenen játszogatni, ritmusokat játszani, úgyhogy végül is ezért. Hát én szeretnék tovább tanulni ugye ezzel a hangszerrel, és legalább mondjuk annyira, mint az ütőtanárom, ugye a Gót Tamás, szólamvezető a Pannon Félharmonikusoknál, szerintem minimum azt el szeretném érni az életemben. Egy-egy ilyen találkozóra a gyerekek intenzívebben készülnek, de a tanárok semmiképpen nem terhelik őket azzal, hogy ez egy verseny. Én mindenképpen azzal indítok, amikor jelzem nekik, hogy készülünk valamire, hogy hangsúlyozom, hogy ez semmiképpen sem egy verseny. Én nem szeretem a verseny szót, illetve hát ezeknek a találkozóknak pontosan ez a lényege, hogy nem versenyeznek egymással a gyerekek, hanem én azt szoktam nekik mondani, hogy saját magukkal versenyeznek, próbálják meg magukból kihozni a legjobbat, és saját maguk minősülnek. Úgyhogy mi mindig így szoktunk neki menni, hogy megpróbáljuk kihozni a legjobbat magunkból, és megmutatjuk, hogy mit tudunk. A Kozermislenyi Művészeti Iskola által szervezett ritka hangszeresek találkozóját is azért hívták életre, hogy azok a hangszeresek, amelynek tanszakai nem olyan nagy létszámúak, megmutathassák, mit tudnak. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Baranya megyei szervezete álmodta meg ezt a rendezvényt, azzal a céllal, hogy azok a gyerekek, akik nem népes tanszakokra járnak, azok is részt tudjanak venni versenyen, és megismerjék a megye más zeneiskolájában tanuló gyerekeknek a munkáját. Hiszen egy vonós találkozót, vagy egy zongora találkozót csak egy hangszerből is meg lehet rendezni, úgyhogy legalább 70-100 növendék jöjjön el egy versenyre, de a ritkábban választott hangszereknél nyilván nagyobb összefogás kell, úgyhogy itt több hangszercsoport szerepel ezen a napon. Találkozó arról szóljon, hogy a gyerekek nem csak a négy fal között otthon a gyakorlásnál, vagy a saját zeneiskolájukban mérettetnek meg, hanem egymást is hallhatják egy ilyen nagyobb szabású rendezvényen. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, az miatt, hogy el tudják magukat helyezni, hogy most jók vagyunk, kevésbé vagyunk jók, vagy pedig hát még kell gyakorolnunk.
A zsűri szerint nem elég jónak, tehetségesnek lenni. A szorgalom ugyanolyan fontos, hogy országos szinten is ismert és elismert legyen egy fellépő. Emellett pedig a tanár és a szülő feladata is fontos, hiszen a rendszeres gyakorlás mellett a biztatás is elengedhetetlen. Teszi hozzá Apaceller József, a zsűri egyik tagja. Tehetség az hamar megmutatkozik, tehát hogyha valaki muzikális, ha valakinek jó füle van és tisztán játszik, az már egy siker. Ha valaki sokat gyakorolt és a darabját kellő precizitással játssza el, az is. De hát mivel ezeket összesíteni kell, azt szoktuk figyelni, hogy tudja rendesen a darabot, biztosan tudja, muzikálisan játssza el, tehát dinamikát is játszik benne, vagy pedig csak egy ilyen monoton módon. És úgy hiszem, hogy a mai találkozón hallott gyerekek közül azért most már az első két csoportnak megcsináltuk az összesítését, és úgy értékeljük, hogy egész ügyesek és nagyon jók, sőt egy kiemelt aranyra is már van egy jelöltünk. A Városi Zeneiskola egyébként 1996 óta működik. Nem csak Kozár Michelinben, hanem Pécset is egy önálló iskolában keresik a tehetségeket. Most rengeteg eredményt értünk el az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem hagyok ki semmit. Egyrészt a társas táncosaink minden hétvégi versenyről dobogósként, helyezetként érkeztek haza. Másrészt a vonos találkozón elhoztuk a legjobb tanári díjat, Ján Boglák a tanárnő személyében. Emellett aranyakat hoztunk, kiemelt aranyat érdemeltünk hegedűből is, illetve csellóból is. A gyerekeink nagyon ügyesen szerepeltek. A képzős növendékeink ma is két országos döntős versenyen vesznek részt, ami nagyon nagy szó, hiszen ide több ezer jelentkező közül jöttnek be a gyerekek az ország legnagyobb szakmai versenyére. Emellett ma van az országos orgona verseny is Budapesten, amin szintén részt vesznek növendékeink, nagyon izgulunk értük, és hát szervezzük ezt a mai programot, ahol szintén négy Kozár Michelin művészeti iskolás gyermek részt vesz. Egy felsorolhatatlan mennyiségű eredménnyel büszkékedünk, mert nagyon büszkék vagyunk, és nagyon köszönjük a gyerekeknek ezt a sok szép munkát. A művészeti iskolában több mint 750-en tanulnak képzőművészetet, társas, illetve néptáncot, valamint zeneművészetet.